Nézzük meg, mit üzennek a sorstervező kártyák február 14-től 20-áig. A fő inspirációnk egy féklap, egy visszatartó erőkártya, tehát ezen a héten a fékeinket tudjuk felismerni, ha szeretnénk. A fő fék pedig az agresszió. Ez így elég morbid Valentin napon, de mindannyiunkban van agresszió. Mit tesz agresszívvé, mit folytasz el? Az agressziót kétfelé fordítható. A te döntésed az, hogy befelé fordítod és magadat bántod, teszed tönkre vagy beteggé, vagy pedig kifelé irányítod, kinyilvánítod. Felemeled a hangod, kiabálsz, csapkodsz, ezerféle formája van. A nagyon fontos az, hogy az agressziónak minden formáját ismert fel, magadban és másokban is. Az egyik legveszélyesebb a passzív agresszió. Amikor valaki nyíltan agresszív, ott tudod, hogy mire számíts. A passzív agressziót pedig talán úgy képzeld el, hogy tudod, van az a nézés, hogy nem kell mondani. Nem szóltam semmit. Ó, elég volt a nézésed is. Tehát az agressziót vagy befelé, vagy kifelé fordíthatod. Egy dolgot nem tudsz vele tenni, nem tudod megállítani és lefékezni, mert akkor elfolytás lesz belőle, és még több agresszió. Ez a hét segít felismerni azt, hogy hol működik még benned az agresszió. Mi az, ami még ki tud akasztani? Mi az, ami még dühít? A dühöt nagyon-nagyon jól fel lehet használni teremtésre. Ha van kedved és igényed, akkor nézd meg ugyanígy a YouTube csatornámon az Agresszió, mint esély című videómat. Az agressziónak rengeteg formája van. Én az előbb majdnem felszereteltem egy papírral az ujjamat. És ha akarod, minden jelent valamit. Kéz, tüdő, vastagbél, meridián a kínai medicína szerint valamihez ragaszkodom, valamit nem engedek el. Jobb lett volna, ha máshogy veszem észre, mert ez így elég kellemetlen. De én így hívtam fel most a saját figyelmemet erre. Milyen jó, hogy most pont ezt a videót készítem, így most ez egy új felismerés. És mindjárt megnézzük, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És ott is vedd észre, ahol elfojtod a dühödet. Lehet mondjuk olyan helyzet, ahol lehetnél mérges. Miért nem vagy mérges? Elfojtod, vagy rendben vagy vele? Nem mindegy, hogy azért nincs benned agresszió, mert rendben vagy azzal a helyzettel, vagy azért, mert elfojtod. Nemrég kérdezte a kisfiam, hogy anya, mérges vagy? Mondtam, hogy egy kicsit. És te? Szerintem én nem lehetek mérges, én még gyerek vagyok. Na, ki mondta ezt neked? Miért egy gyerek lehet mérges? Senki nem mondhatja meg, hogy milyen érzéseid lehetnek. Miért ne lehetne egy gyerek mérges? Ha meg ilyen mérges vagy, akkor kiabálj, vagy dőlj ki magad, vagy beszéljük meg, hogy rendbe jöjj a helyzettel. Lehetsz mérges. Senki nem játszhat inkvizíciót. Én nem dönthetem el, hogy te hogy érzed magad, hogy jövök én ahhoz. És bárki hogy jön ahhoz. Még te is hogy jössz ahhoz, hogy az érzéseidet bírálj. Ki értsen meg téged, ha nem te? Te vagy az első, akinek meg kell értenie önmagát. Ezért, ha felfedezel magadban agressziót, értsd meg magadban. Fedezd fel, és nézd meg, hogy tudnál rendbe jönni. Hogy tudnál rendben lenni azzal a szituációval, mi kell hozzá. És akkor az agresszió elpárolog. Különben nem tudod megállítani, csak irányt adsz neki. Kifelé vagy befelé, más nincs. A fő visszatartó erő ezen a héten az áldozatiság lesz. Leginkább azt tart vissza jelenleg, hogy áldozatnak érzed magad. Ez azért veszélyes, mert egy áldozat nem tud sikeres lenni, nem lehet boldog, másoktól függ, egy áldozat nem tehet semmit. Mikor döntöttél úgy, hogy áldozat leszel? Milyen életterületen döntöttél úgy, hogy áldozat leszel, vagy kivel szemben? Ha az áldozatiság feljön benned, mint felismerés, az hozhat ki agressziót,
ezt is igyekezz megérteni magadban, hogy miért van ez benned, hogy alakult ki. És igyekezz arra, hogy rendbe jöjj, rendben legyél. Soha semminek nem vagy az áldozata. Mindig tehetsz valamit. De nem feltétlenül manipulálhatunk másokat vagy helyzeteket. Én csak a saját hozzáállásomért vagyok felelős, de azért teljesen. És eldönthetem, hogy áldozatként reagálok, vagy úgy döntök, hogy nem vagyok áldozat, hanem rendbe jövök a helyzettel, és aktív részese leszek. Mit tehetsz ezen a héten? A tudatos teremtő erő kártya a kapcsolódás ereje. Merj kapcsolódni, engedd el az elszigeteltség illúzióját. Ne kapcsolatokra törekedj, hanem kapcsolódásokra, ahol oda-vissza áramlanak az energiák. Én ebben hiszek. Soha nem vagy magányos. Vagy magaddal kapcsolódsz, vagy másokkal. Ezt találd meg, ennek az egyensúlyát, hogy mikor legyél önmagaddal, és mikor másokkal. Amikor ez áramlik, akkor egyszerűen áramolsz a léttel, és úgy alakulnak a dolgaid, ahogy ez a legjobb az élettervet szempontjából. Ennek az egésznek a kimenetele, az eredménye pedig a felülemelkedés lehet. Ez az egyik kedvenc szavam. Magasabb nézőpontba kerültél, és már onnan szemléled a dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy lezártad, elengedted, nem foglalkozol vele, hanem az, hogy ma képzeld el, hogy felismered magadban az agressziót. Elengeded az áldozatiságot. Tudsz kapcsolódni magaddal és másokkal. Evidens, hogy felülemelkedsz, és egy másik nézőpontból vizsgálod a dolgokat, és onnan minden máshogy látszik. És onnan már nem érnek fel hozzád a dolgok, már nem jön fel az agresszió, történik valamit, te látod, de nem vagy az áldozata, nem leszel agresszív, eldöntöd, hogy ezt most egyedül old meg, vagy másokkal, magaddal kapcsolódj, vagy másokkal, és egyszerűen egy magasabb nézőpontból vizsgálod a dolgokat, és ott már, ott béke van. Rendben vagy mindennel, ami történik, már semmi nem húz le magával. Foglalkozol vele, de már máshogy. Nem úgy, hogy nyakig benne vagy, hanem egy magasabb nézőpontból látod. Kívánom, hogy ezt sikerüljön megvalósítanod ezen a héten, és ismerd fel minél több helyen az agressziót, és kívánom, hogy sikerüljön megtanulnod rendben lenni bármilyen